Mezőkori Kollégiumon Városi Könyvtár nevében szeretettel köszöntöm Önöket az ünnepi könyvtár alkalmából megrendezésre kerülő író-olvasó találkozónkon. Nagy szeretettel köszöntöm vendégünket, Borsa Braun írónőt. Én is köszönöm szépen. Annyiszor élsz, ahány könyvet olvasol. Ez a mottója napjaink egyik legnépszerűbb magyarországi írónőjének, Borsa Braunnak. Egy írónő, aki a hétköznapokban családanya, de amikor tollat ragad, szenvedélyes íróvá válik. Írásai top listán szerepelnek. A népszerűségi listák alapján 2017 legsikeresebb írónője, az Álomgyár kiadó szerzője. De vajon minek köszönhető a siker? Erről és sok más dologról hallgatom vendégünket. Beszélgetést megelőzően megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk ezen a tegeződni. Borsa Braun. Sokan nem tudják, hogy magyarországi, hogy magyar származású, és hogy álnéven ír. Az első kérdésem erre foglalkozom, hogy honnan ered ez a Borsa Braun álnév, és miért gondoltad azt, hogy álnéven szerepelj? Hát több oka is volt annak, hogy választottam egy írói álnevet. Volt egy tervem, egy álmom, hogy én majd írok könyveket Borsa Braun néven, az kikerül a piacra, megveszik az emberek, és senki sem fogja tudni, hogy ki ez a Borsa Braun, én pedig majd élem tovább a kis hétköznapi életemet, és az első könyvemnél úgy adta a kiadó, hogy ez így nő, tehát az arcomat kell adni hozzá, úgyhogy ez a terve így megdőlt, és hát ma már ez azért egy áldás, mert így tudom tartani a kapcsolatot az olvasókkal, úgyhogy végül is jól alakult ez a dolog, és hát szerettem volna külön választani a magánéletet a munkától, tehát nem szerettem volna, hogyha magánéletembe bárki is belelát, és ez is oka volt ennek a írói álnév választásnak. Másrészt tudtam, hogy elég autentikus témákban fogok írni, arab, kiabja, először a maffia sorozat, és nem tűnt hitelesnek egy magyar név. Nekem tehát sokkal jobban hihetőbbnek tűnt egy angol száz hangzású írónév. És hát a gyermekeim nevéből tettem össze. A nagylányunk az B. Borka, de neki van egy becenevő a Borcsi, és ő a Bor, a kislány pedig Sarolta, ő a Sa. És akkor ezért lettem Borsa, a többi pedig a Braun, az úgy passzolt hozzá, úgyhogy igazából így alakult. De már nem állom, ez jó választás volt szerintem. Szeretjük, szeretem az olvasók is szeretni. Majd jól csinálják. Két gyermek édesanyja van, Vácon élsz a családoddal, és mielőtt az írásról kezdtél, egy múlti cégnél, majd egy családi vállalkozásnál dolgoztál. Honnan, hogyan jött az írás szeretete? Mióta játszik a szeretet az írás az életedben? Miket írtál előtte? Hát ugye nekem mindig a magyar irodalom volt a kedvenc tantárgyam, tehát már iskolában is nem attól függetlenül, hogy sportágazatra jártam, és a sportágaz, a versenysport az életem szerves része volt. Mégis valahogy a magyar irodalom volt mindig a kedvenc tantárgyam. Hogy múltkor voltam egy ilyen iskolába könyvtári órát tartani, és ott majdnem megköveztük a diákot, megmondtam, hogy olyan jó dolog a versenemzés, nem tudom, miért nem szeretitek. Úgyhogy nálam ez már ugye akkor elkezdődött, és hát igazából addig költészete volt az, ami magával itt, addig versébe szerettem bele, és ezek után én is nyilván verseket kezdtem el írni. Tizenévesen, ugye én is nagyon szerelmes voltam mindig, én is mindig halálomon voltam mindig, tehát ugye az addig költészetét azt így próbáltam magamba visszaültetni, és sokkal később volt az, hogy elkezdtem naplókat írni, de soha nem volt meg bennem az, azt azért elmondom, hogy soha nem volt meg bennem az, hogy én író legyek, vagy író akarok lenni. Tehát ez semmilyen szinten nem volt meg. És hát már a gyermekem, a második gyermekem születése előtt írtam meg egy kéziratot, ugye, amikor ennél a multicégnél dolgoztam,
De az sem azért, hogy az most meg fog jelenni, hanem igazából csak a saját szórakoztatásomra, ilyen unalmas óráimban. És ez úgy 6 évig hevert is a fiókban, tehát nem került kiadás, amivel nem is mentem vele semmilyen kiadóhoz. És a barátnőm kért meg, hogy kezdjünk el ebben mocorogni, de még akkor is azt gondoltam, hogy nem. Tehát ez az én kis kéziratom, ezt én magamnak írtam, ezt nem akarom országvilágnak megmutatni. És hát akkor utána a családi vállalkozásban dolgoztam, volt egy éttermünk, ott dolgoztam. De valahogy akkor már úgy kezdtem érezni, hogy nem ez az én utam. Tehát valamit tényleg szeretnék csinálni. És akkor engedtem a barátom úszolására, átvitt a kiadóknak. És akkor kaptam egy pozitív visszajelzést, úgy tudott megjelenni az első könyvben. És a második könyvem után, második könyvem megjelenés után volt az, hogy már onnantól csak írok. Tehát akkor le kellett tennem minden egyéb munkát, és csak az írásnak szentelni. Úgyhogy ez egy ilyen hobbiból indult pivatás lett, én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ezeket találtam. A barátnőn kívül a közvetlen környezet, a család, a munkatársak, az Állógyerkiadónál, mennyire támogattak téged? Ki az, aki először elolvasott az írásaidat? Hát a barátnőm, vagy senki más. Tehát ez nem úgy készült ez a kis kézirat, hogy én most ezt nem akarom mutatni valakinek. Ez az én kis lelki világom volt, és ugye eleinte ezért is tiltakoztam ezzel, hogy én ezt nem azért írtam, hogy mindenki elolvashassa és belelásson az én kis gondolataimba. Úgyhogy ő nyilván támogatott. Hát a család, mivel ez egy ilyen légből kapott dolog volt, és a férjem sem úgy vett feleségül, meg a gyerekek sem úgy születtek, hogy anya író, azért mindenkinek olyan fura volt, hogy most hogy jön az írás, tehát ez hogy is van. De aztán ez így kialakult, hogy ez egy hosszadalmasabb procedúra volt, mire mindenki megtanulta azt, hogy igen, most már ezt komolyan kell venni, anya csinálja, és ha itthon van, akkor azért dolgozik, nem csak a lábát lógatja. A nagylány is megtanult, hogy amikor hazajön is megkérdezi, hogy na, mi a kaja? Akkor most semmi, akkor arra nem az a válasz, hogy semmi, de hát egész nap itt örültél. Tehát erről le kellett, hogy szokni a család. És hát ennek egy hosszú útja volt azért, de megharcoltunk érte, és nem tudottunk meg. Hogyan tudtad választani a munkát a családtól? Hát igen, azért hozzáteszem, hogy magamnak is nehéz volt ezt így tudatosan kezelni, mert ugye ha valaki otthon dolgozik, az hatalmasan figyelmet igényel. Tehát az, hogy én mondjuk elmegy a gyerek iskolába, és én nekem igenis... Hogy telik egy napot? Igen, hát elmegy a gyerek iskolába, vagy elviszem iskolába, utána hát elvizem, amit általában nők, de én ugye gyorsan bevásárolok, és akkor... Igenis, fél 9-kor legkésőbb, de neki ülök dolgozni, és rendes munkaidőben dolgozom. És akkor mennyi írsz egy nap? Hát az változó, valamikor ugye összetett, valamikor kutatómunkát végzek, valamikor írok, valamikor vissza kell olvasnom, újra bele kutatómunkába beleásni magam, mert érzem, hogy nem teljes. Tehát ez egy ilyen, mindig ilyen, valamikor meg napokig csak írok, és akkor hirtelen akkor átadjuk a kézzel a terjedőn, akkor már most akkor várjunk egy kicsit, hogy akkor lassítani kell, és akkor tudom, hogy jobban át kell nézni, mert ha ilyen ütemben írok, és ilyen gyorsan, akkor biztos, hogy valami hiányzik belőle, tehát ezt azért úgy szoktam érezni. Úgyhogy így telik egy napom igazából, úgy, mint a többi nőnek. Tehát én is dolgozom, mint a nők többsége, csak én otthon vagy a gép előtt. És hát azért ez elég bonyolult volt eleinte, ma már jó megy. Nem teszem be a mosógépet, tehát nem indítom el a mosógépet, nem állok neki főzni, nem kezdek el takarítani, teljesen leszoktam a takarításról. Tehát ezek nagyon nehezen mentek, hogy ezt tudatosan, hogy igenis én most dolgozom, és attól, hogy itthon vagyok, nekem ez most a munkám. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy nehéz volt a családnak, nekem is nehéz volt, de már azért megtaláltuk szerintem az egészséges utat. Visszatérve a kiadóra, tehát az Állógyár kiadónával, hogy hány kiadót kellett megkeresni, amíg rájt találtál? Hát én nagyjából egyszer küldtem el mindenkinek, és azt hiszem a Libri volt az, aki azt írta, hogy
tetszik neki, tudunk beszélni, de ugye a kiadott már éves ütemben van. Ezt akkor még nem tudtam, ma már elég egyértelmű, most én is benne dolgozom. És akkor valami másfél vagy két évvel később próbáltak egy időpontot csapadni, hogy tudunk róla beszélni. És hát én meg ugye akkor már nélkül voltam is most is azonnal. Tehát azért volt ez furcsa, mert amikor nagyon nehezen kezdtük el, tehát nagyon nehezen szántam rá magam, hogy valahol is elküldjem. De amikor már ott voltunk, hogy na most akkor elküldjük, akkor viszont mindenhova elküldtem, és akkor már nagyon akartam. Akkor már szerettem volna, hogy megjelenjen. És ott az Álomgyár volt az, aki ugye akkor tájt alakult, új kiadóként, és ők pont erre helyezték a hangsúlyt, hogy kezdő magyar íróként, írókra koncentráljanak, mert a mai magyar könyvpiac az első könyvesként megjelenni gyakorlatilag lehetetlen. És szerencsém volt, mert egy szerkesztőnőhöz került ez a kézirat, aki úgy láttam, hogy érdemes lenne vele foglalkozni, és akkor jelezte a kiadónak, és akkor ők adtak egy esélyt, de azt is úgy, hogy majd elvárik, hogy mi ezt elmond, az eladásokból meg kiderül, hogy tudunk-e tovább működni, vagy sem. És ugye a maffia ágyában az olyan eladásokat produkált, hogy utána a szerződést ajánlott, és akkor így tudott megjelenni a többi könyv, és azokra is náluk vagyok. Úgyhogy kezdtettől együtt húzzuk egymást. Könyvet jelennek meg. Hogy fogadta? Hogy egy szerkesztőben? Igen. Hát több ponton is fájt. Egyrészt, hogy nem értettem hozzá, ugye? Tehát én elküldtem a kéziratot, és összekaptam, és semmit nem láttam, csak mindenhol piros, kék, megjegyzés, buborék, és akkor sikítottam, hogy hát mi ez? Én nem értek én ehhez, hogy ezt hogy kell kezelni. És akkor hát néma gyereknek anya se érti a szavát, úgyhogy felírtam a szerkesztőnek, és mondtam, hogy figyelj Judit, semmit nem értek. Tehát gyakorlatilag itt ülök első könyvesként, te tapasztalt szerkesztő vagy, de én nem értem, hogy ez. És akkor ő nagyon pozitív barát hozzám, hogy ezt a kicsit csinálni, meg itt jelent. És hát nyilván vannak harcok azért egy író meg a szerkesztő között, tehát azért egy író az a saját gyerekének érzi a kéziratot vagy a könyvet, és abban, hogy belepiszkál egy szerkesztő, az nyilván fájdalmas. Nagyon szerencsém van egyébként, mert olyan szerkesztővel dolgozok, aki nem ír át semmit, tehát maximum egy megjegyzés buborékot tesz oda, hogy szerintem ez sok, ez húz ki, vagy ide még így tegyél be egy tájleírást, egy kicsit lazuljon az a párbeszéd. Tehát ilyen javaslatokat tesz. És soha nincs az, hogy ki venne olyan részt, hogy azért, mert az szerintem kicsit vulgárisabb, vagy kicsit erőszakosabb. Tehát ilyenben nem nyúl bele a sztoriba. És hozzáteszem az a jó szerkesztő, aki ha bele is nyúlna, nem vennéd észre, mert abszolút tud igazolni az író stílusához. Tehát nem ad az író tollára olyan szavakat, amiket én nem ismerek, hogy soha nem használok. Úgyhogy, ebben nagyon jól együtt tudunk működni, és szoktunk alkudozni azért. Tehát, ha ő mondjuk küldi, hogy ezt húzzuk le, mert sok a karakter, vagy nem fér bele, akkor én mindig úgy próbálok kicsit úgy lágyítani, hogy na, egyszer ezt hagyd maradjon. Jó, de akkor ezt húzz le. Van egy bizonyos karakterszám, ami felé nem mehetünk egy könyvnél, és hát azért én elég vaskos könyvnek írok. Úgyhogy szokott ilyen tudást lenni. De aztán a végén mindig sikerül. Most már így azért elmondhatom, hogy jól tudunk együttműködni, azért már 12. könyvben fog kijönni, tehát most már így megtanultuk egymásnak a határait, hogy mi az, amiből a másik nem enged. Most már szerintem szerencsés vagyok, hogy ilyen szerkesztő. A borító tervezésében mennyire van beleszólásod? Hát azt abszolút én. Abba viszont nem engedek. Igen. A borító tervezés az valahogy olyan az volt a szerencsém igazából szerintem, hogy én kívülről jöttem, és ugye én tudom, hogy amikor én bemegyek egy könyvesboltba, és mondjuk megkeresem, tegyük fel, hogy krimit szeretnék, elmegyek a krimikhez, és így végignézek egy polcon, mind krimi, több száz krimi. És gyakorlatilag egy másodperce van egy borítónak, hogy megfújjon engem, hogy én hozzájöjjek egyáltalán, és elolvassam a külszöveget. Tehát ott kezdődik a kapcsolat az olvasó és a könyv között, hogy elolvassa a külszöveget. Márpedig, ha egy sinány borító van egy könyvön, akkor
akkor hozzá sok mindig az olvasó szerintem. Ne veszed a könyvtárosok is, hogy akkor bejönnek az olvasók, azt, hogy igen, ez egy ruha. Szerintem ez egy ruha, felöltöztetni a történetet, és sugallja az olvasónak, hogy miről fog szólni ez a könyv. És ezáltal mindig nagy hangsúlyt fektetek ugye a borítókra, és hát véremelő vitáink vannak. Ugye én kezdtem el ezt a félarcos, dizájnos borítókat, azóta már nagyon elterjedt, egyébként nagyon sok író szeretné, hogyha jelen a borítója, úgyhogy most már elég nagy divat. De ez nekem véremelő harc volt egy kiadóval, amikor azt mondtad, hogy de hát egy félarc megy már a borítón. És mondtam, hogy de, mert úgy premiért lábba megmutatni az olvasónak, sosem szeretem a szereplőt, mert akkor valamelyet az ő képzelete. Igen. Tehát képzelje elő is. És ennek úgy jó receptje volt ez a fél arc, ez a kicsit elhomályosodott kép. És szeretem, amikor tükröződik mondjuk a karakter a borító, mert annál jobban semmit nem utálok, ha például egy szőke nő szerepel a könyvben, és a borítón egy fekete van. Tehát azt gondolom, hogy akkor már adjuk meg a módját annak, hogy, hogy jó legyen ez a borító, és szerintem úgy nem jöttem is úgy soha mellé. Úgy én szépen kértem a borítókat a modellek is hasonlóak a szereplőkhöz, úgyhogy és szeretem is az olvasók a borítóban. A Maffiánál volt az ugye, ami a Maffia trilógia első kiadása, és a második kiadása között volt a borítócserék, ott volt egy váltás, de ott az első kiadásnál abszolút én voltam az, aki megmondta, hogy milyen borító legyen, és a második kiadásnál volt egy kicsit egy mafiásabb lettünk. Mennyi ideig tartott megtalálni a saját ízű és stílusodat? Hát az szerintem ment egyből. Hát pont ez a lényege szerintem, hogy a szerkesztőnőm szoktam mondani, hogy 5 mondatból megmondja, hogy én írtam vagy sem. És ezt mindig mondanak, hogy ez, te nem hiszed el, de ez nekem egy bók. Mert az azt jelenti, hogy van egy bizonyos stílus, és mindegy, hogy milyen egyébként szerintem. De ha egy író manapság nem egyedi, nem tud valami egyedit alkotni, hanem csak csinálja a sablonra és megír egy történetet, vagy a kedvenc írója szerint, akkor az nem fog tudni szerintem kitűnni. És ez az oka annak is, hogy amikor én írok, akkor tényleg nem olvasom. Tehát nem hagyom soha, hogy egy másik sztori, vagy egy másik történet elvigyel, egy másik írói stílus, mert akkor bele fogok veszni abba, és nem marad az én karaktereimnek tér. Tehát amikor írok, akkor mindig csak utató munkát olvasok jóformán, és hát most sajnos már egy kérdés elvétel, hogy most már nem kérdés olvasat olvasok, mert ami szórakoztató, hogy mondom. Pont erre irányok fel a következő kérdés, hogy van-e olyan külföldi magyar író, akinek a hát nincs. Kedvenc könyvem az Anna Karenina. Talán az volt rám hatással, de az is olyan szinten, hogy én sem szeretem az ilyen rózsaszín happy end befejezéseket, hanem egy kicsit drámai szeretek írni, de azért nem hiszem, hogy írok utasztat, mert azért két külön kategória nyilván, úgyhogy nem hiszem, hogy egy író stílusosan. Nem tudom, valaki ezt hasonló stílusosan, nem tudom. Én nem értem, hogy ez nem tudom, hogy az olvasók. Könyves világban, Mafia trilógiában dobáltam a 2013-ban. Honnan és miből merítetted az ötletet a Mafia világára? Hát nem volt az, hogy egyébként tudatos, hogy én a Mafiáról akarok írni. Csak szerettem volna egy szerelemről írni, egy olyan szerelemről, ami általában minden könyvemnél adott, hogy két kultúra találkozik, vagy két világ találkozik. És először felépítettem a karaktert, tehát tudtam, hogy milyen férfi karaktert szeretnék. Tudtam, hogy egy hát ilyen rossz fiúsak, tehát aki eléggé ilyen bűnöző körökben mozog, és ehhez gondoltam, akkor legyen maffia. És hát most ne kapjunk légből dolgokat, akkor legyen a Cosa Nostra. Úgyhogy a háttér az később került mögé, és ez így jónak is mutatkozott. Tehát azért
szépen fölvette ez a karakterének a világnak az arcát, én azt gondolom, szépen megmutatja. És hát így volt a többi könyvemnél is, tehát először mindig a karakter van meg, tudom, hogy mit szeretnék mutatni az olvasónak, milyen jelenfejlődést, és amíg építek egy világot, amiben ő szépen beilleszkedik, úgyhogy, és ez általában egy elzárt világ legyen, ami úgy érdekes az olvasónak, amiből tud tanulni, vagy tud tapasztalatot szerezni, úgyhogy ezt mindig így rakom össze. És honnan szereztél ennyi információt a maffia világáról? Hát nem nehéz ez egyébként, tehát rengeteg maffiás könyv van, nyilván elsősorban olasz íróktól, de gyakorlatilag a neten minden megtalálható, én azt tudom mondani. Hát mondanám, hogy elmentünk Szicíliába és oda, de nem voltunk Szicíliába, de a maffiával nem találkoztunk, tehát ilyen bűnöző eseteink nem voltak. És hát több csatornára helyezi ilyenkor az ember a hangsúlyt. Tehát nyilván ki van élezve ilyenkor a dolgokra. Az arabnál is az volt, hogy mindenféle hírt, ami az arab világról szól, azt így, azt is fokozott figyelemmel követtem. Arab News-t néztem, a Jazeera-t hallgattam. Tehát azért így, ezek így megvannak. És hát nyilván ilyen csoportokba is beléptem, ahol amik az arabban rengeteg sokat segítettek, ugye a Korán az hivatalosan nem fordítható. Tehát az, hogy én Korán idézetet tudtam betenni, az nyilván én iszlám csoportokból tudtam kiszedni. Tehát nagyon-nagyon sok részű egy kutató munka. Én mindig egy svéd asztalhoz szoktam hasonlítani, ami mellett elmegy az író, és így leszedek egy dolgokat. Úgyhogy, és ez csak egy dolog, mert ez a szürke része. Ahhoz, hogy ez az olvasónak mondjuk szórakoztató legyen, ahhoz ki kell színezni, hiszen ne felejtsük el, hogy ezek szórakoztató irodalmi könyvek. Tehát nem egy tanulmányt fogok adni az olvasónak, hanem egy történetet, egy szórakoztató történetet. Úgyhogy jócskán ki van azért színezve. Tehát, nagyon sok kérdezik, hogy így, ahogy van, így megtörtént, és így igaz. És hát azt, hogy az olvasó így gondolja, akkor az jó. Hát akkor valószínűleg úgy tudtam kiszínezni, hogy elmostam a határt, hogy között a szürke és a színes között. Úgyhogy ez azért egy nagy feladat mindig, hogy adni is az olvasónak, de ne túl sokat, ne érezze száraznak. Igen, nagyon részletes és hiteles információkat kapunk a műveiből, és az arab trilógiában az iszlám kultúrának van nagy szerepe, a maffia trilógiában, a sorozatban pedig magának a maffiának. Hát és a gyalázatban ugye ott meg a kereszténység az, ami igazából kutatómunkát kellett fektetni, az ugye az ami sok életformája, tehát itt is azért elmentünk hozzájuk Amerikába, és akkor ott találkoztunk velük. Én ugye a New Amisokról jöttem, vagy egy kicsit szabadabb Amisokról, úgyhogy hozzájuk mentünk a Floridába, és hát azért nagyon sokat merít az ember ilyenkor, mert teljesen más az, hogy olvasol róluk, vagy látod őket a tévében, és más az, hogy ők szemtől szembe miként viselkednek. Amikor most egy kézmozdulatból én két oldalt meg tudok írni, tehát ez nagyon nagy inspiráció, hogy mondjuk ott találkozni velük. És akkor köztük meg jelent az csak nagyon? Nem értünk köztük, hanem leutaztunk Floridába, a Szaraszokába, ahol a közösség él, és ott a fönti Amisok, Pennsylvania, Ohio, akkor január-februárban mindig lejönnek oda délre, és akkor ott minden közösség megtalálható, és egy külön a városnak egy külön részén raknak, amit Pankrotnak hívnak, és akkor oda mi bementünk, és ott megnézhettük őket, meg ezek a nyúlán, és akkor igazából ki is mozognak, tehát kijönnek ebből az elszaporált részből, és mozognak a kintiek között, tehát gyakorlatilag nyüzsgött a város az Amisokból. Érezni lehetett a határt, hogy melyik az, amelyiket meg lehet szólítani, amelyikhez oda lehet menni, és melyik, amelyiket nem. Például ezek a nyúlán is, ők rózsaszín, beli lába, zöldbe járkáltak, és ők nagyon kedvesek voltak, mosolyogtak az emberek. Viszont a schwarzenegger-ek, akik feketébe, kékbe, barnába, ők abszolút, ha már csak rájuk néztél, elfordult.
Tehát érezni lehetett azt, hogy ő melyik az a melyik az, amit kormányzik, vagy esetleg egy futó erejét mondani. A gyalázat is két könyvből van szó, ugye ez játszik az, ami sokkal világában. Hát is 28-án volt a könyvpremiér, a gyalázatú szembeni könyvnek a megjelenése. Hogyan fogadták az olvasók, hogy milyen visszajelzések vannak? Hát nagyon várták. Mindig kapom egyébként a szemrehányás, hogy miért tart ennyi ideig. Hát szoktam mondani, hogy azért meg megírni tovább tart, mint elolvasni, tehát azért nyilván hosszadalmasan tudom megírni egy könyvet. Nagyon jól fogadták. Sokan azt mondják, hogy az arab volt a kedvencük, és most már ez a kedvencük. Egyébként ezzel én is így vagyok, mert mindig azt a könyvemet szeretem a legjobban, amit éppen írok, mert hát nyilván az szép van, de az állapra hozzám hozzá, azzal kellett, azzal fekszel. Úgyhogy nagyon szeretik, mert három szemszögből van írva, ugye én egyes szem első személybe írok, tehát mindig a karakter szemével mesélek, és hát a gyalázat trilógiám az első olyan könyv, ami három szemszögből beszél. Beszél benne egy amis lány, egy 18 éves lány, beszél benne egy amis fiú, aki már kicsit érettebb, visszajött a Rumspringáról, tehát ő már felkeresztelkedett amis, és beszél benne egy amerikai üzletember, akinek ugye pont az a célja, hogy felvásárolja ezt az amis piacot, és a helyére egy éttermet létesítse, és akkor itt összecsap ugye az amis közösség ezzel az amerikai üzletemberrel, és akkor előjön az amis maffia, tehát azért ez egy több lépcsős dolog. De nagyon szeretik az olvasók, mert mind a három karakternek egy bizonyos egyénisége van, ami úgy el tudja vinni szerintem az ember. Mert én is szerettem egyébként írni, mert nyilván más volt az amis kislány szemszögéből látni a dolgokat, mint az amerikai üzletemberéből, úgyhogy szerintem egy nagyon színes könyv. És hát ott is benne van a saját kultúrájuk, azt, hogy ők miként nőnek fel, akkor az amerikai üzletembernek is azért ott egy háttér élete, ugye ő is árvaként nőtt föl, tehát egy csapásokkal teli úton ment végig, és azért lett ilyen kemény üzletember, úgyhogy nagyon szépen egymás ellen beszélnek itt a karakterek szerintem, és ez egy jó kis kontrasztot, amit olvasom. Igen, nagyon érdekes, amit ezzel írtálom, hogy hiszen egy elzárt világot ismerhetünk meg, és egy ennyire különleges, ismeretlen világba kalauzolni az olvasókat, ez elég nagy falat is. Igen, és egy kutató munkát igényel. Igen, ez egy minden könyvemnek egyébként ez így alapja. Tehát próbálok mindig egy olyan környezetet bemutatni, ami nem jön szembe az utcán, mert nyilván mindenki tanul belőle. Ugyanúgy, ahogy én is tanulok belőle, amikor írom, ugyanúgy az olvasó is tanulhat belőle, amikor olvassa. És hát azért szeretek például több szemszögből is írni, mert erre az arab nagyon jó példa egyébként, mert amikor megjelent az arab, akkor mindenki azzal jön, férfi szemszögből, igen, akkor mindenki azt jött, hogy jaj, ez a magyar lány, ez milyen ostoba, ez milyen nem normális. És akkor kijött ugye az arab szeretője, ami a magyar lány szemszöge, és már minden megváltozott. Akkor már ő volt az etalom, és jaj, ez a lány, ez mennyire fantasztikus. Tehát amíg nem látjuk az élem másik oldalát, addig olyan következtetéseket vannak rá, vagy olyan ítéleteket hozunk, amit nem biztos, hogy megállják a helyét, hogyha minden élemnek több oldala van. Szerintem nem csak kettő. Azért szoktam így mondani, úgyhogy és a könyvekből a több szemszögből való mesélés, ez pont erre jó, hogy kicsit így felnyitja az olvasó szemét, hogy ja, hát igen, ez valóban, hogyha már innen nézem, akkor más milyen megtudni. És lesz folytatás, tudom. Igen, ez ugye egy trilógia, az első kötetnek a címe volt az, hogy Gyalázat és Hit, a második kötet a Gyalázat és Szenvedély, és ősszel jön a gyalázati szerelem, ennek a lezáró kötete, ott majd eldől, hogy mi lesz hármajuk sorsa, úgyhogy remélem, hogy fog tetszeni az olvasóknak. Mi az ott állat, hogy az emberi kapcsolatok és a női életek ilyen hasonlóság?
Hát, mivel író sosem akartam lenni, viszont volt egy másik álmom, hogy meg én pszichológus leszek, és nagyon érdekel ez az emberi lélek. Úgyhogy én váltig állítom, hogy ezt a jó Isten utólag küldte nekem, mert orvos egyetem az nem sikerült. Úgyhogy szerintem ezt ugye a jó Isten küldte nekem, hogy tessék, akkor írja, és akkor írja emberi lelkekről. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, és azt gondolom, hogy olyanok is a könyvek, hogy mélyen belemutatnak az emberi lélek. Emberi lélekbe, egy élet során, és hát ez így megmaradt. Tehát azért ez a pszichológia dolog, ez megmaradt, és sokszor mondják az orvosok, hogy olyan kegyetlen vagyok, mert hogy sírnak, és akkor mondtam, hogy ez jó, mert én is sírok, amikor írom, tehát az a jó, hogyha együtt sírunk nyilván, mert akkor ment át az orvosonak, ugye, hogy ezt az írót szerette volna, úgyhogy én nagyon szeretem, amikor falhoz vágják a könyvet. Én szeretek szélsőséges érzéseket generálni. Na, én azt gondolom, hogy akkor marad meg az olvasóba egy könyv, hogyha vagy nagyon meggyűlöli, vagy nagyon megszereti. Hogyha csak úgy fölteszi a polcra, hogy na hát jó volt ez a könyv, akkor egy hét múlva nem fog emlékezni, hogy mi volt benne. De ha mondjuk sikerül úgy letenni azt a könyvet, hogy kattog utána, hogy vajon mi történt, vajon hogy alakult, akkor már biztos vagyok benne, hogy adtam valamit, úgyhogy nagyon szeretek így írni is. És hát szerintem minden karakterben egy kicsit magára ismer minden ember. Azt akartam kérdezni, hogy ezek a történetek, személyes történetek, ami alapjaidat esetleg saját magadról elszólt? Nem, ez minden fikció igazából, tehát nem képtelenség is lenne, hogy igaz eseményeket írjak le. Hát nyilván minden szereplőmben benne vagyok valamennyire, tehát átok rájuk szellemülni, amikor írom. Most találtam pont egy ilyen idézetet, hogy az írás a skizofrénia egyik formája, és már kezdem elhinni egyébként. Lehet, hogy én is nem skizofrén vagyok, és akkor teljesen átszállni. Egyébként a nagylányom mondta egyszer, amikor hazajött iskolából, hogy anya, látom kéne magad, amikor írsz. Pofákat vágsz, össze-vissza, tintorod. Igen. És akkor hogy elgondolkodtam rajta, hogy húha. Hát nem nézném meg azért így kívülről, hogy nézek ki, amikor írok. De hát nyilván ez a belejárója. Tehát, amikor mesét olvasok este a gyereknek, akkor is múltkor mondtam neki, hogy miért kell, hogy mesét olvassak 11 éves, vagy hát már ki olvasol a diplomát. De az más anyag kell olvasol, akkor az más olyan előadás. Tehát olyan jó érzés neki, hogy valószínűleg olyan vagyok, amikor írok, és itt teljesen át tudok szállni. És hát szerintem ez az alapja nyilván, hogyha ez az olvasó is, hát hogyha olvas, akkor én nagyon remélem, hogy úgy olvas, hogy ő akkor ott van. Akkor ő odautazott, akkor ő ott van, mert hogyha nem, akkor nem jó a könyv. Tehát nagyon remélem, hogy az olvasó ugyanazt éri meg, amikor olvas, mint amikor én az írás közben. Erotikus, romantikus regényeket írsz. Ezek szerint romantikus lélek vagy tudod is? A férjem szerint nem. Semmi nulla romantika van bennem a férjem állítása szerint. Én nem tudom megfogalmazni a romantikát. Nyilván van egy fogalma a romantikát illetően, de egyébként benne van az egyik nagyon nagyon melyik könyvembe, és azt mondom, az én legigazabb megállapítási szóltam a romantika, az egy pillanat. Az egy pillantás, az egy érintés, az egy mozdulat, és az egy szó. Én nem tudom megfogalmazni, vagy megfogni a romantikát, hogy most leülünk és egy romantikus vacsora. Tehát ilyen nekem úgy távol áll, vagy nem létezik. Nekem a romantika sokkal jobban belülről jön, nincsen külső része, nincs megfogható része, úgyhogy ezért lát valószínűleg a férjem sem ennyi romantikusnak, mert én nem adok az ilyenekre, de hát nyilván amennyire a többi nő azért valamennyire én is romantikus vagyok, inkább érzékeny, én azt mondanám, hogy én nagyon érzékeny vagyok, ettől függetlenül, hogy senki meg nem mondaná, azt meg a Skorpió lényemből van ez, de tényleg érzékeny vagyok. Tehát egy rossz szót azért el tudok raktározni napokig, és tudok rajta kattogni. Úgyhogy nem tudom, hogy romantikus vagyok-e. Mindenesetre írni szépen tudok a romantikáról. Remélem ez elég. Melyik a kedvenc művel, melyik áldozád a legközelebb? Hát mindig azt szeretem, amit írom. Nem tudok kedvencet mondani. Kettő van, amit úgy kiemelnék, mert úgy nagyon jó érzéssel tölt el. Az egyik ugye az arab szeretője,
abban nagyon sok minden benne van, ami én vagyok, abban benne van a gyászom, az elengedésem. Hát azért terápia volt ezt a filmet megírni nekem. És ott a másik az pedig az Arab lánya 2. Ott is szintén női szemszögből van írva a könyv, és ott az azért a szívem csücske, mert ott valahogy ott az egész, ami addig külön vált az arab sorozatba, az arab világ és a magyar valóság, az ott úgy összefonódik ugye az Anna, az arab lányának, aki egy magyar anyától születik, az Annának az élete során, úgyhogy ez meg egy olyan egybeleg, és ez egy olyan szép kerek sztori szerintem. Úgyhogy ez a kettő van, amit kiemelnék, de utána mindig jönnek a következő gondolatok, de hát az arab azért, mert azt hozta meg az áttörést. De hát a maffia azért, mert az volt az első. De hát a gyalázat azért, mert velük úgy olyan jól össze lehetett úgy ismerkedni. Tehát minden könyvnek megvan a maga, minden könyv rengeteget adott nekem. Úgyhogy remélem, hogy az olvasóknak is. Említetted az arab sorozatot, még egy kicsit visszatérnék erre, mert azt gondolom, hogy ez egy ilyen izgalmas téma, amit ott van szóval, hogy megjelenik a könyvetben. Ezekről például hogy tudtál információt gyűjteni? Sehol. Rengeteg ilyen csoport van egyébként a közösségi médiában, tehát az ember rányom a csatlakozásra, meg vagy, és mindent látsz. Tehát igazából nem kell ehhez nagy tudomány. Az oldalamról mindenkit így becsatlakozva le tudtam nézni. És hát maga az, hogy egy család élete, vagy az intimitás, hogy miként élnek, vagy most teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, egy házasságról, egy esküvőről, ez mind fantázia. Tehát nem kell semmit készíteni. Valószínűleg lehet, hogyha egy szaudinak odaadnám és elolvasnám, akkor azt mondanám, hogy úristen, dehogy. Tehát, de ezt az olvasónak nem szabad megtalálnia ezt a pontot, hogy ez itt most egy írói fantázia. Mert akkor nem jó írtam meg. Tehát, hogyha most te is ugye azt gondolod, hogy ez az intim részek, ezek valósak, akkor ez azt jelenti, hogy az jól megvan írva, mert elhiszi az olvasó. És ez a lényege, hogy valahogy úgy összemosni a képzeletet. Nyilván iszlámról, történelemről, politikáról nem írhat egy író valótlan, tehát abban támaszkodnom kellett a valóságra, de a többi, a család élete, az intim együttlétük, a házasságuk, az, hogy testvér kapcsolat, szülő-gyerek kapcsolat, ezek mind a saját fantáziák. Hát, hogy a HRM világa, vagy egy nőt hogyan készítenek fel a házasságra? Igazából most, hogyha azt veszük, akkor magáról a körülmetélésről például rengeteg helyen lehet olvasni, és rengeteg könyv szól erről, tehát ez már itt valamennyire vezeti a házasság útjára, így ebbe a témába. És hát az meg nem tudjuk, hogy ugye mondjuk egy királyi családban például azért próbálnak a herceget keresni, tehát nem fogják hozzáadni nyilván egy fuvaroshoz, de a többi az mind ki van színezve. Tehát igazából az, hogy zajlik egy esküvő például a házasságra való felkészítés, az, ami le van írva, az teljesen én így gondolom el, hogy így. Azt mondjuk nyilván vannak támpontok, amit tudok, hogy ezt ennek utána lehet olvasni, hogy ugye Szaúd-Arábiában a nők ugye teljesen el vannak takarva, mondjuk a szemük ki van, és hát például esküvőn külön vannak a férfiak és a nők ott mutathatják meg igazán a bájaikat, tehát ott előkerül a miniszoknya, a kis toppocska, és ott nagyon nyugatian néznek ki európai nők, de azért, mert nincs ott férfi. Nem jelenhetnek férfi nők, ott egymásnak akarnak tetszni. De ennek nagyon egyszerű volt utána járni, mert beírott a kereső, hogy szaudi esküvő, és gyakorlatilag kiadja. A többi az ami miatt inkább kutatni kell, az a koráni részekre, arab közmondások, tehát ételek, tehát az volt inkább egy kicsit nehezen. A királyi család mennyire ismeri a történetet, és van-e valami visszajelzés?
nem ismerődünk el, és remélem sose ismeri meg. Már ott mondtam, hogy volt egy írónő, aki már jött a Szabóki Királyi Családra, egy amerikai írónő, és valami 20 évben FBI őrizetben van, mert még vérdíjat tűzött ki a Szabóki Királyi Családra, úgyhogy ezek után nem nagy vágyam, hogy megjön a Szabóki Királyi, de egyébként nem is jelenhetne meg, mert egy könyvön belül iszlámot és erotikát említeni, az halálos bűn. Tehát másképp látjuk mi nyugatiak, és másképp látjuk mi a nagyon szép, nagyon örül, hogyha a korában írunk, és nagyon örül, hogyha mondjuk erotikát, de egy könyvön belül ez az azért erős lenne szerintem. Úgyhogy nem. Hát én... Egyébként olvasták a rabok, tehát kaptam a raktól visszajelzést, és szó szerint így leborult. Nem, Magyarország, hát úgy magyar arab, hogy a felesége magyar, és akkor ide tartozott, és hát ő leborult, tehát azt mondta, hogy én nem tudja, hogy hogy írtam ezt meg, de hogy ő nagyon hálás, amiért ez így történt, és hogy így írtam meg, ahogy megírtam. Úgyhogy ajándékba például egy igazi szaudi koránt kaptam, tudom, a szaudi, ugye a mekkai zarándoklaton lett vásárolva ez a korán, hogy benne van az igazi pecsét, meg az írás. Úgyhogy vannak ilyen emberek, akik mondjuk így elfogadják ezt, és azt mondják, hogy köszönjük, hogy írtál rólunk. Úgyhogy nagyon még nem tudtam ilyet, hogy ez nem így van. Ilyet még mondjuk nem kaptam, mert pedig lehet, hogy pedig kétszer sem mondom, hogyha ha egy mondjuk egy szaudi elolvasnál, akkor azt gondolnám, hogy úristen, miket írt az a nő össze. De hát nyilván nem arra a piacra szántam a könyvemet, hanem erre. És hát nekem a magyar olvasóval kell ezt elhintetnem, nekem a magyar olvasót kell bevonzanom ebbe a világba. És ez volt a cél. És te mennyire kedvelted meg az arab világot, az arab férfiakat a könyvet? Sokszor kérdezik egyébként, hogy biztos, hogy van valami kapcsolatom az arab világban, de ne elmondhat, hogy a makiánus elmondtam, mindig először megvan a karakter, és tanulja a világot keresem. Hát, hogy mennyire kedveltem meg, vagy mennyire nem, igazából én tudtam az elején, hogy nem fogok tudni elfoglalkozni írni róluk, és valószínűleg pont ez volt az oka, hogy egy arab férfi bőrébe bújtam bele, mert így nem tudtam ellene tenni semmit igazából. Nyilván egy karakter nem ostorozza saját magát. Hát nem volt feléjük sem vonzódásom, sem különlegesen. Tehát nem volt velük sem kapcsolatom, sem így nem éreztem azt, hogy nekem közel kell kerülnöm ez a kultúrához, vagy nem is zárkóztam el tőle. A karakter miatt választottam az arab kultúrát, mert tudtam, hogy egy nagyon öncélú, öntörvényű, picit ilyen elzárkózó, tehát saját maga boldogulásáért élő emberről akarok írni, és akkor ez legyen egy gazdag ember, aki ugye mindent megvehet pénzért, kivéve az életet ugye, és ez akkor jónak ígérkezett azt, hogy mondjuk csak jön össze az iszlám és a nyugat, és akkor, hogyha gazdag, akkor megkeressük a legelzártabbat, aki teljesen elzárkózik a nyugattól, ez ugye Szaúd-Arábia volt. Ha gazdag, akkor legyen herceg, a királyi család. Tehát ez lassan így lépésről adódott össze. De nem azért, mert hogy most arabuktól akarok írni, tehát ilyen nem volt. Egyik könyvemet sem írt, de az Amisosat úgy ültem leírni, hogy róluk akarok írni. De a többinél inkább először a karakter volt meg, hogy mit szeretnénk majd mutatni az olvasónak, hogy honnan, hova viszem el ezt a szereplőt. Hogy csinál belőle ember. Közösségi oldaladon és találkozunk ehhez. Fontos számodra, hogy az olvasók visszajelzést kapjanak? Persze. Nyilván mindenki, teljesen mindegy, hogy milyen munkát végez, de visszaigazolásra szüksége van mindenkinek. És hát nyilván két részről kapom a visszaigazolást, egyrészt látom az eladási számokat, de a másik az, hogy az olvasókkal ugye a kapcsolatteremtés. Hát amikor elmegyek és tudunk beszélgetni, és látom, hogy szeretik a könyvet, vagy
eljönnek és meghallgatnak, akkor az nyilván egy visszajelzés. Azon túl, hogy mondjuk leveleket kapok, vagy sokszor olyat kapok, hogy jaj, a barátnőm születésnapja van, és szeretnél a legnagyobb ajándéka együtt kávéznál veletek. Ezek mind visszajelzések. Úgyhogy nyilván fontos egy írónak az, hogy közel kerüljön az olvasójához. És hát egyébként meglepő, hogy az olvasónak is fontos. Mert én, ha magamból indulok ki, most magam ellen fogok beszélni, de én sose voltam kíváncsi íróra. Tehát én két dolgot jegyzek meg egy könyvnél, a borítóját, meg a címét, és sose tudom, hogy ki írta. És ez nekem egy olyan jó leső érzés, hogy kíváncsiak rám. Tehát, hogy viszont engem eljönnek és megnéznek, és ez nyilván fontos egy írónak, mert attól függetlenül, hogy bár mondjuk hozzáteszem, azért én azt gondolom, hogy nem az én személyemre kíváncsiak meg inkább, hanem valahol a könyvekre, tehát nyilván a könyvekben való szereplőkhöz ragaszkodnak, hogy őket szeretik, őket kedvelik, rájuk kíváncsiak, és ezért ugye nyilván az íróra. Tehát azért nem, az író az nem egy olyan közszereplő, mint ami a médiában mozog, úgyhogy remélem, hogy ezek tartalmasak ezek az írólás a találkozók. Mész az utcán, akkor felismernek, hogy írott egy borsodról? Hát egy kisvárosban lakunk, Vácon, úgyhogy ott mindenki tudja szerintem, hogy ki vagyok. Igen, szoktuk köszönni, hogy szíves, és hogy szia. Úgy mondta a kislányom, hogy anyu már leveled, nem megyek sehova, mert téged mindenki ismer. És mondtam, hogy mondtad, hogy mindenkivel ismered egymást, vagy nem tudom, hogy fogalmazok. És nem is mondtam, hogy én nem ismerek senkit, de hát neked mindenki köszön. Hát ők ismernek, de én nem, és akkor ezt nem értette. De hát, úgyhogy mondjuk nem szabad úgy elképzelni, hogy én végigmegyek Pesten, és akkor mindenki, hát a Moslomra, tehát ilyen nincs azért. Nem vagyok ez a kategória. Hát volt van úgy, hogy megismernek, vagy rám köszönnek. Múltkor például férjennek vásároltam Pesten a Vesztendő Masszú modultiba, és akkor ott az eladó kis hölgyed azonnal. Amit korsan mondtam, jaj, igen. És annyira örült, úgyhogy igen, úgyhogy vannak ilyenek, de azért nem az a jellemző, hogy most engem megismer mindenkit. Én nem gondolom, hogy egy író az a kategóriát, hogy is van az egyszerűen. Van olyan történet, amit meg szeretnél írni? Hát harcol a fejemben, annyi történet van, amit meg szeretnék írni. Igazából pont az van, hogy mindig józannak kell maradnom, hogy most akkor nyugi, ez van, ez kell csinálni, nyugi, az van, azt kell csinálni, mert rengeteg dolgot meg szeretnék írni. Szerintem 5 élet is kevés lenne ahhoz, hogy most minden. Az olvasók adnak neked ötleteket? Hát nekem nem kell ötlet. Nekem ne adjon senki ötletet, mert amíg ötletet is kapok, akkor végem van. Keresnek meg azzal, hogy van egy jó történet is. De rengeteg megkeresést kapok, de leginkább saját életsztorikkal kapcsolatban. Volt egy nagyon, hát egy kicsit olyan, ott azért sokkot kaptam, amikor egy határozottan a börtönből, egy börtönből kaptam megkeresést, hogy van egy elítélt, aki gyermekgyilkosságért ül, és az ő sztoriát szeretné, ha én írnám meg, de hát nem vállaltam el. Tehát én nem tudok ilyet írni. Egy szórakoztató irodalmat írok, én nem tudok ilyen mélyrehatóan. Én abba belepusztultam volna abba a könyvbe, úgyhogy nem vállalok el ilyeneket. Tehát én maradok annál, hogy fantáziavilága, szórakoztató irodalom, és akkor így adjunk az olvasónak, de engem nem lehet befolyásolni abban, hogy most azt írjál, vagy azt írjál. Tehát szerencsés helyzetben vagyok a kiadóval is, mert eldöntöttem, hogy mit szeretnék írni, és ők ebben nem szólnak bele. Úgyhogy nagyon-nagyon sok könyv van a fejemben. Olvastam, hogy gondolkodsz abban, hogy mesét is esetleg. Hát már kész van, igen, az már meg van írva. Tehát a kislánya, amikor pici volt, akkor mindig mondta, hogy anya írjál nekem a lovacska és a halacska barátságnál, és akkor mondtam, hogy nem nagyon lesz jó, mert a lovacska szárazföldön van, a halacska megnézve, tehát az úgy nem. De el kellett tennie azért 11 éve, mert már 11 éves, hogy rászánja magát, hogy mesekönyvet írjon. És
már megvan, készen van egyébként, le is van szerkesztve, a illusztrációval vannak problémák, arra még várunk. A címe az lesz, hogy Bogi és Buksi kalandjai, ugye Bogi a kislány, és lesz egy kutyája, egy kis magyar vizsla, akit kap ajándékba kicsiként. És az első kötet az arról szól, egy barátság kezdete, hogy ők miként kötnek barátságot. És hát ennek a mesekönyvnek is lesz egy tanulsága azért, itt nyilván most nem mondok el. És hát egy picit meghagytam benne a borsás dolgot, ugyanis egy-egy szám első személyben, egy kislány szemével mesélek. És olykor látjuk a kutya gondolatait is, úgyhogy egy nagyon vicces kis történet. A szerkesztőnő mondta, hogy nem is gondolta volna, hogy én mesét is ilyen jót fogok írni, úgyhogy mondtam, hogy köszönöm szépen, hogy ennyire bíztál bennem. De hát én nagyon remélem, hogy a gyerekeknek fog tetszeni. Egyébként ezeknek a 6-7 éveseknek szánom, pont akik iskolában mennek, és ugye elkezdenek olvasni, mert ha már egy gyereknek megtetszik, és egy gyerek azért kezd el olvasni, mert beleszeretett a történelme, akkor már jó, hogy egy gyerek az éve könyv kerül, és rendszeresen olvasni fog. És esetleg te illusztrálod? Hát én nem. Én Pácika embert sem tudok rajzolni, de ezt te komolyan mondom. Úgyhogy a nagylányom volt, aki nagyon jó rajzolt, és mondtam már akkor, hogy te biztosan rám hasonlítasz. És a kislány az ugyanolyan béna, mint én, nem tud rajzolni. Bár mondjuk már most már kezd, úgyhogy most már úgy erőlködik, tehát ő nem adta úgy föl, mint én annó. Én két dolgot nem tudok vezetni, meg rajzolni. Több dolgot se egyébként, de ez neked kettő pusztrál. És még esetleg a jövőbeni tervekről hallhatunk, elvédettük ugye a gyalázat és a szellem, majd készül. Ezen kívül van-e még, ami... Hát a gyalázat, és, igen, a gyalázat és szerelem után ugye jön egy két kötetes sorozat, ugye a Szappó sorozat, amit már nagyon várnak az olvasók. Ez volt ugye a Mafia trilógiám, és ez a Szappó sorozat, ez is egy mafiás két kötetes könyv lesz, csak egy másik család donnyáról szól igazából. Összetűzésbe keveredik a törvénnyel, hát ugye miért ne, és hát sajnos egy hát ilyen hatalmi háborúba is belekeveredik, úgyhogy ott is az is egy színes történet lesz. Ott Szicíliából inkább Taorminát emelem ki, nem Palermót. Valószínűleg azért van, mert Szicíliában nekem Taormina tetszett a legjobban, úgyhogy most mondhatom, akkor játszódjon ott a történet. És hát szerintem ezt nagyon fogják szeretni az olvasók. Egyébként már nagyon sokan ismerik, mert volt belőle egy novella sorozat, amit a csoportomba fölraktam, és ezért mondom, hogy nagyon várják az olvasók, mert ott mondta a kiadó, hogy most már ezt ki kell adni, mert már ülnek érte naponta, hívják a webshopot, hogy mikor lesz akkor. És ezt is már tényleg kellett dolgozni. Úgyhogy nem sikerült egy kötetből elsőrít, hanem ahogy általában nem az erősségem a szűkítés, úgyhogy itt két kötetes lesz. E könyvformátumban minden könyvem kapható e-könyvként, igen. Egy picit később szokott megjelenni, mint a papírkönyv, ennek ilyen üzleti okai vannak, de minden könyvem kint van e-könyvként, és hát nagyon sok külföldön élő magyar így jut a könyveimhez, hogy letölték. Tehát én azt gondolom, hogy semmivel sem kevesebb, mint a papírkönyv. Nagyon sokan folyamodnak már ehhez. Hát külföldön inkább nagyobb kereslete van. Tehát Amerikában például sokkal több e-könyvet adnak életeiről. Igen. Úgyhogy még a hangos könyv nincs. Nincs egy kötetemből se. Tehát remélem majd egyszer az is. És mit tanácsolsz azoknak, akik szintén írnak vagy napról a fiókban valami kis írásuk? Hát tudnék tanácsolni, hogy akkor abból is könyvet írnék, és akkor kiadnám. De szinte nincs tanács. Ha valaki szívvel csinálja és őszintén ír, tehát azt, ami ott van a szívében és a saját szavaival, nem próbál senkire hasonlítani és nem próbálja túlszépíteni, akkor ez el fog jutni az olvasóhoz szerintem. És hát nyilván nem szabad feladni, nekem is a 200 kiadóból egy írt vissza, kettő,
Úgyhogy az a baj, hogy amikor egy kézirat bekerül egy kiadóba, az egy szerkesztő kezébe kerül egy emberébe. És ha annak az egynek nem tetszik, akkor kész, elmosoltál. Miközben lehet, hogy másik 10 000-nek tetszene. Hát én ezért mondom mindig azt, amikor mondja nekem valaki, vagy írja, nagyon sokan írják, hogy őket írók szeretnének lenni, és hogy visszakaptam, hogy azt mondta a szerkesztő, hogy hát mondom, akkor próbáld meg másik kezel, nem tudok ennél nagyobb több tanácsot adni. Igazából én is egy hatalmas szerencsének érzem azt, hogy nekem sikerül, de tehát, hogyha ő, amíg őt ezt frusztrálja, és amíg ő azt érzi, hogy ő ebbe teljesedik ki, és szereti csinálni, akkor próbálkozzon. Ha meg tényleg nem sikerül, akkor se hagyja abba, mert egy író sosem azért kiír szerintem, hogy az megjelenjen, hanem azért, hogy ő jól érezze magát, és hogy ő egy kicsit akkor ő kikapcsoljon, vagy elutazzon, és nem szabad abba hagyni az írást annak se, akinek nem jelenik meg művel. Mert attól még az ugyanúgy értő szerintem. Mit üzensz az olvasóknak, akik követik a munkásságodat? Hát olvasni. Hát nem tudom, mit üzenhetnék igazából. Kis több türelmet. Hát nagyon-nagyon sokan írják, hogy sokan azért felháborodva, hogy hát fél év, tehát egy évben 2 könyvben jelenik meg, és akkor miért kell 5 hónapot várni a következőre? Hát nyilván én is tudok írni egy könyvet 1 hónap alatt, csak abban nem lesz semmi olyan tartalom, ami érték. Igazából azon kívül, hogy szóval megismertek a szerelemváltség. Hát én azt gondolom, hogy ki lehet azért ezt várni, és hát nyilván, aki azt mondja, hogy nem szeret olvasni, azt próbálja minél többet, hogy hát egyszer a kezébe kerül olyan könyv, ami után azt fogja mondani, hogy én mától szeretek olvasni. Ez lesz az olvasóknak. Várjuk az új könyveket. Sok sikert kívánok a szélárdiakban.